Mindjárt kezdjük a sorsolást, várjál, itt vagyunk a Hainanban, ahol ki fogjuk sorsolni a világerőjáték három nyertesét, az egyiket ugye ide a Hainanba, ezen kívül a kis tücsökbe, illetve a borkonyába sorsolunk egy-egy nyertest a múltkori játékból. Ahogy itt látszik, én már túl vagyok a világerő főlevesen, itt van Lali a papíron, és ott van élőben, és itt vannak azok a nevek, akiket összeírtam, a kilenc kedvenc, ezek közül fogjuk kisorsolni azt a hármat, akik nyernek. Lalit egy kicsit feltartjuk, addig még nem lehet fizetni. Ők voltak tehát a kilenc legjobb, nem akartam én kiválasztani a győztest, hanem inkább egy picit a szerencsére bízzuk, akik a kilenc legjobbat írták azok közül. És Lali fogja kisorsolni mindjárt, méghozzá elsőként azt, aki hozzátok jön ide a Hainanba, húzza egy nevet, és olvast fel, légy szíves. De fel is kell olvasnod. Fordítva. Fel tudod olvasni? Jó. Szűcs Péter. Szűcs Péter? Szűcs Péter, Hainan. A nyelményed és két belépő. Kettő ember. Következő? Igen. Kis tücsök. Tóth Zoltán. Igen. És ugye szintén gurmé belépő természetesen, és az utolsó, egyre izgalmasabb a dolog, Fésűs Luca. Köszönjük szépen, Lali! Köszönöm! Nektek kedvezett a szerencse! És nem mind a hármom jön hozzátok, hanem Szűcs Péter fog majd hozzátok jönni, gyerekekkel és mindenkivel, akivel csak tud. Ez volt át a világerő nyereményjáték, mindenkinek szeretettel gratulálok, a többiek pedig ne kesedjenek el. Azért érdemes természetesen kimenni a gurmére, hiszen még egy csomó minden nagyon jó dolgot lehet ott kóstolni, és én is ott leszek, ott találkozunk egész hétvégére.